Sziasztok, pizzapajtik, üdvözlök benneteket Alessandriából, Moláréból. Pattintsunk jó kis pizzákat, jó? Na, kicsit finomítottunk a pizzastúdión, gyerekek, hogy még fullosabb legyen. Most már olyan 85-90%-os, már még jönnek ide majd még képek, meg mit tudom én, úgyhogy akkor még jobb lesz a sztori. Úgyhogy így sütögetünk. Ami izgalmas, hogy a Cassiónak a Manitoba lisztjéből dagasztottam. És ez körülbelül egy ilyen 10 órát volt szobahőn a kis tésztánk, így. És utána beraktam egy 36 órára hűtőbe, és most már kim van vagy 3,5 órája. Nézzétek, milyen szép kis finoman szofisztikált bubisa tészta. Úgyhogy mindjárt meglátjuk, hogy ezt hogy bír. Egyébként ez egy V350-es liszt 13 g-os fehérjével, és gyakorlatilag nagyon-nagyon jó volt a kezelhetősége, 68-as hidróra toltam ki. Úgyhogy meglátjuk, hogy majd most hogy sikerül. Itt vannak még itt a nagyon jó kis fokacsára is. Ez azt hiszem, hogy passzín is liszt. És fogunk itt még tesztelgetni sok jó pofasságot. Nézzük meg, hogy mászkál ki szépen a kis tésztánk. Na, segítünk neki. Így, ugye induljon. Ez a 68-as hidróval még ugye tesztelgettem, hogy mit bír. És hát ugye még az új hűtőmet is tesztelgettem, hogy egyáltalán hogy hűt. Vagy a hűtőt is tesztelned kell, tehát nagyon fontos egyébként, hogy milyen hideget tud csinálni a hűtő. Nyilván az jobb a 4 fok, vagy az alatt tudsz dolgozni, mondjuk 2 és 4 fok között, akkor tudod legjobban a tésztáidat kontrollálni. Úgy. Na, úgyhogy most arra gondoltam, hogy egy olyan kis, nézd végig, hogy milyenek, nézzük végig, milyenek a kis tésztáink. Szóval meglátjuk, hogy ebből a V350-es Cassióval mit pattintunk. Jó kis habos-babos, ahogy látjátok. Egyébként teszteljük már a Cassió liszteket, és az a tapasztalat, hogy nagyon jó ropogós tésztájuk van. Viszonylag alacsony hidrót bírnak, mert a liszteik nagy része az egy ilyen 10 g-os fehérjéje van. De nagyon jó kezelhető kis tészta. Majd abban is jönnek anyagok, jó? Úgy. Na. Itt van a kis tésztánk, mert szerintem elég jó néz ki. Így. Na. És most arra gondoltam, hogy csinálunk egy ilyen alap nélküli pizzát. Dobunk rá egy kis olívaolajat, dobunk rá egy kis pecorino románót, így. Dobunk rá egy kis fiordi lattét. És van itt egy jó kis gorgonzolánk, ilyen dolce, édes. Ezt frissen vettem itt lent a Bennettbe. Nézzétek, még gyönyörű. Szépen csillog van a nézzetek. De gyönyörű. Nem tudjátok meg milyen finom, nem bírtam ki, már ettem belőle. Így, úgyhogy egy kicsit az ízét megdobjuk. Úgy dobunk rá egy 4-5-5 így ízesítésként. Laci bácsi kedvence lesz. Így. Minden nap felfedezek új ilyen kis sajtféléket az olasz boltokban. Úgyhogy nagyon nagy élvezet gyerekek innen kintről sütögetni. Így. Most azt nézem, hogy lehet, hogy még egy pici kis sajtot ide megrakunk a szélére, így, szerintem több nem kell. És van egy ilyen olasz lila hagyma, elég nagy méretű, majd mutatok róla egy képet, hogy hogy néz ki. Úgyhogy dobunk rá egy kis lila hagymát, ezt elősütöttem egy ilyen kis fűszeres pácban, ilyen száraz pácban, airfryerbe, kb. 6 percig,
és most jön rá egy ilyen kis hamburger húsi, amit így elősütöttem, természetesen vegán, úgyhogy ilyen zöld borsó alapú, nincs, és azzal így szépen megküldjük, azaz. Na, így. És még egy picikét, hogy dobjunk rá egy kis színt, rakunk rá egy kis sárga színű vitamin paprikát, így. Azaz. Azaz. Na, meg is vagyunk, főpattintjuk a lapátra, hiszitek milyen kis lapát tartott, pattintottam, így. Kis kínai sobba szereztünk egy ilyen kis tartót, na. Na, megpróbáljuk fölrakni a lapátra, így. Azaz. Nekem is úgy, hogy ez a liszt, hogy ez a tészta, hogy hogy bánunk vele. Úgy néz ki, hogy ráment szépen. Így. Dobunk le egy kis olívaolajat még. Így. Na. És akkor meglátjuk szépen, hogy mit sütünk belőle. Jó? Még egy picit. Na. Így 450 fokon van a kemencénk. Na, bent is vagyunk. Ez az. És elindítjuk a stoppert. Most egy 30-on van, és meglátjuk, hogy hogy adja ki a sütést. Azért azt tudnotok kell, hogy alapvetően én a kevésbé magas, vastag, abroncsos tésztákat kedvelem. Tehát ezt a Canotto style az egy picit még messze áll tőlem. Nagyon szeretem, ha jól el van készítve ezt a Canotto style-t egyébként. De ezt egy kicsit vékonyabb. A klasszik nápolinál nagyon picit vastagabb. Egy nagyon picikét vastagabb, de nem azt a nagyon vastagot. Amit most legutóbb sütöttem ezzel a tökvirággal, az már egy határeset, az ultra maximum. Na nézzük meg, hogy áll a kis tésztánk. Na, szépen jönnek fel a abroncsok. Látjátok? Gyönyörűen, így. Kengetünk egy kis párát. Úgyhogy most várjuk, hogy hogy süljön. Úgyhogy jó ez a kis elősütött. Hambi-bambi. Na, ez hogy áll. Kellett a szolgálat, mondjam, látom, hogy szép az alja, és nézzétek csak. Azaz, most van egy 30. Én nyugodtan szerintem egy 10-12 másodpercet kell, hogy süssük, és akkor lesz szerintem kész. Ez az. Szerintem jók is vagyunk. Épp az alja is. Így. Nézzük csak. Itt van egy kis pizzánk. De gyönyörű. Na. Szépen rakjuk ide ki. Így. Szépen lelóg a rácsról. Úgyhogy babás. Na, nézzük meg, hogy jó ropogós. Nézzük meg, hogy milyen az alja. Így. Na, babás. Sován van sütve. Jó nézünk ki. Na most, ha még akarunk rajta egy picit díszíteni. Akkor szórunk rá még egy kis parmezánt. Chipset, így. Ez az. Még egy nagyon pici olajat. Na, meg is vagyunk. Szépen kihúzzuk a tányérra. Így.
és kóstoljuk meg gyerekek, hogy milyen lett. Ó, de jó kis ropogós. Á, de jó harsog. Az, így. Szóval az új liszteknek a tesztelés, ez mindig egy izgalmas dolog. Nyilván kétféleképp sülhet el alapvetően. Nézzük csak, milyen szép kis abroncsunk van. Na, kóstízzuk meg. Lehet, hogy egy nagyon picit alacsonyabb hidróval, 67-tel, 66-tal, egyébként kicsit sportosabbak lennének az abroncsok. Nagyon finom ez az alap, ebben a gorgonzolában. Alapvetően, aki szereti a ropogósabb tésztákat, az a Manitóban abszolút hozzá kötelező. Sokkal ropogósabb. A Manitóban lisztek általában ugye keményebb búzák, és emiatt kevésbé ilyen lágy szerkezetűek, vagy kevésbé ilyen lágyan roppanósak, de ez egyáltalán nem gumis. Tehát azt érzed, hogy egy erősebb kottúra, egy erősebb vászszerkezet, de ropogós, és mellette rendkívül jó ízű. Úgyhogy ilyen volt a Cassio Manitóban. Sziasztok!